Javában zajlanak az entai napok, melynek keretében az entai úti általános iskola tanulói a tavaszi szünet előtti héten rengeteg élménnyel gazdagodhatnak az iskola falain belül és kívül egyaránt. Az elkövetkezendő napokban az intézmény pedagógusai szeretnék tantárgyaikat közelebb hozni a diákság számára a délutáni foglalkozásokon, mondta el az intézmény igazgatója Botka Rózsa, aki maga is fizika szakos tanárként kísérletezett a nap folyamán a gyerekekkel. Igyekszünk évközben is olyan kísérleteket bemutatni, és felhívni már akkor a figyelmüket, hogy ez olyan, amit te is elvégezhetsz, amit te is bemutathatsz, otthon is kipróbálhatod. Gyakran adunk otthoni kísérletet is házi feladatnak, aminek a képét vagy a videóját kell feltölteniük aztán, és ezt nagyon nagy örömmel veszik a szülők is, hogy a gyereket egy picit megmozgatjuk, otthon a fantáziáját kipróbálhatják magukat, és ilyenkor különlegesebb kísérletek is vannak, ami a tananyaghoz nem szorosan kapcsolódik. De természetesen a 2023-ban átadott okostantermet is kihasználják a robotika irányában érdeklődő diákok. Rozner-né Danner Stipkovics Mónika szerint a 21. században fontos, hogy a gyerekek megismerkedjenek a robotika világával, amihez ő és az iskola is szívesen ad lehetőséget az entai napok keretében. Azt látjuk, hogy a gyerekek nagyon szívesen foglalkoznak vele, nagyon jó játékokat találnak ki vele, sokkal kreatívabbak, mint amit mi el tudunk képzelni, és lévén, hogy a mindennapjainkat átszövi maga ez az algoritmikus gondolkozás, az összes eszközben szükség van hozzá, hogy ezt használjuk, ezért nyilván minél kisebb korban elkezdjük játékos módon bevezetni őket ebbe a témába. A gyerekek igényei szerint összeállított héten a diákok sportolhatnak, kézműveskedhetnek, valamint a döknapon tartott Ki mit tudom bemutathatják azt is, hogy miben tehetségesek.